A torna első kétszer 15 perces mérkőzését a kékmezes Egri Törvényszék és a fekete-fehérmezes Heves Megyei Főügyészség csapatai vívták. A zebrák nyerték a találkozót, ezzel nagy lépést tettek a vándorkupa elhódítására. Az igazság, hogy 9 évből egyszer sikerült megnyernünk, és akkor rögtön vissza is vonultattam, mert el akartuk tenni, hogy legyen egy emlékünk Jóskavá után, és amikor ez megtörtént, akkor úgy voltam, hogy akkor veszünk egy látványosabbat. A tornagyőztes egy évig őrizheti a dr. Gáspárdy Józsefről elnevezett vándorkupát, illetve még fel is vésethetik a talozaton elhelyezett emléklapon a tornagyőzelem évszámát. 2006 óta a torna névadójának halálát követő évtől kezdve rendeztünk tornát, azért, hogy megemlékezzünk arra a kollégánkra, akit szerintem a rendőrségen és bíróságon és ügyészségen és az ügyvédek körében is nagyon jól ismertek. Ő volt talán az utolsó olyan nagy bölény, ahogy mondani szokták, aki a jogászberkekben abszolút elismerésnek örvendett mindenki részéről, és mivel ő is nagyon szerette a focit, ezért úgy gondoltuk, hogy leginkább úgy tudunk az emlékének tisztelegni, hogyha egy tornát alapítunk. Az elején a már felsorolt csapatokon kívül még a rendőrség is részt vett a tornán, de ők állandóan fiatal csapattal vettek részt, így végül maradt a Törvényszék, Ügyvédi Kamara, Főügyészség 3-as. Egyébként nem csak labdarúgás sportágban mérkőznek meg egymással ezeknek a szervezeteknek a képviselői. Van egy sportnap is, ami bírósági sportnap, ez kétféle van egy országos, illetve egy regionális sportnap is, és idén 2016. július 8-án, 9-én az Egri Törvényszék rendezi a regionális sportnapot. A tornán minden csapat játszott mindegyik csapattal, így 3 mérkőzés után hirdettek végeredményt.